Még az eső sem vette el a bulizók kedvét, a Heves megyei egészen pontosan domoszlói gyökerű Rót zenekar koncertjével zárult a második kiskörei ifjúsági nap. A koncert műsor javarészt az együttes kedvenc fesztiváldalait tartalmazta. A 2004 óta aktívan koncertező Rót zenekar mára már az egyik legnépszerűbb magyar rockbanda, akik ma is a Mátraalja vidékén élnek, és helyi kötődésüket büszkén vállalják. Soha nem gondolkoztunk azon, hogy mitől és hogyan, és tudom, hogy voltak haverbandák, akik fölköltöztek Budapestre, hogy majd ott. De nálunk soha senki. Mondom, én egy másik korábbi meló miatt kellett, hogy ott éljek, de a zenekar itt domoszlón maradt. Itt próbáltunk, itt voltak a hétvégi indulók, tehát innen indultunk a koncertekre, és ide érkeztünk meg domoszlóra. Tehát, hogy soha nem voltunk városi zenekar, és soha nem agyaltunk azon, hogy majd attól lesz nekünk jobb, könnyebb, attól jutunk gyorsabban előre, hogy mondjuk fölköltözünk a fővárosba, vagy egy nagy-nagy városba. A banda basszusgitáros énekese kicsit mindig nagyobb mosollyal érkezik meg a megyei helyszínekre, mert a Mátra, a Tiszatú és tágabb környezete gyermekkora óta a mindennapjai része. A zenekar egyébként eddig 6 stúdiólemezt, egy Best of albumot, egy koncert CD-t, 2 DVD-t és egy könyvet adott ki. Munkásságuk 3 arany és 2 platina lemezt eredményezett. A banda lemezről lemezre és koncertről koncertre folyamatosan változásban van, és van még bennük spiritus is, mondta Molnár Máté. Amíg érezzük magunkba azt, hogy van még ötlet, van még bennünk spiritus, van még egy csomó olyan dolog, amit nem mutattunk meg, vagy amit éppen most tanultunk meg, most fedeztünk fel, és ezt lefordítjuk mondjuk a saját nyelvünkre, és ezt szeretnénk megmutatni. Ez addig jó, és az elmúlt 13 évben én azt gondolom, hogy mindig voltak olyan impulzusok, mindig volt olyan dolog, ami új hatásként ért bennünket. Tanultunk, láttunk, igyekszünk mindig nyitott szemmel járni a világban, és azt gondolom, hogy a mai napig tele van a padlás ötletekkel, tehát hogy szerencsére nem vagyunk ennek híján, és bőven van még, amit meg akarom mutatni. Az ifjúsági napot a Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület szervezte, akik buborék fújással és csapatversennyel indították a napot. 14 órakor volt egy buborék fújó flashmobunk, ahol közel 100 ember vett részt, és együtt fújtunk közösen buborékokat, majd 14 óra 30-tól volt lehetőség csapatoknak csapatversennyel részt venni. 9 csapat nevezett, nem csak kisköreiek voltak a megyében és megyéről túliak is. A csapatversenyek 16 óráig tartottak, és a 16 órakor megkezdte az első zenekar fellépését, a Reviva zenekar. Ők már végeztek, és most már hangol a Dan zenekar. Kiosztottunk az első idejében az első vándorsellegünket, amiben bízunk, hogy ez egy hagyományán nőhetik ki magát, és jövő is visszavárjuk a csapatokat. Az ifjúsági napon több százan vettek részt idén is, a szervezők pedig nagy lendülettel kezdtek neki a jövő évi ifjúsági nap szervezésének, mert céljuk, hogy minden évben színesebb és változatosabb programokkal várják az érdeklődőket Kiskörén, a Tiszató bölcsőjében.